Üdvözlök mindenkit! Itt egy ilyen őszi, szeptemberi, szét kellett húzni a pulcsimat, mert 20-valahány fok lesz ma. De itt van a maxima, és hát elég érdekesnek tűnik, mivel mutatom, ez most vizsgázott le ez az autó. Friss vizsgája van, és meleg is, nem is forog, jó, és nincs behúzva a kézifék. Úgyhogy itt van a vizsga papírja, letakartam itt a tulajdonosnak a nevét, és ott van 2024.19-19-ig van rajta most friss műszaki, úgyhogy bámulatos. Mindjárt megpróbálom megkeresni a papírok között a fékpadi mérést. Na hát pont azt a fékpadi mérést nem találtam meg, de Balázs befotózta nekem, mikor vizsgázott az autó, azt a fotót azt berakom ide nektek. Az a lényeg, hogy átment a műszaki vizsgán, ez itt, nem tudom, hogy ha forog, ez csak erősen kell forgatni. Úgyhogy vettem féktárcsát, vettem fékbetétet, de bízok benne, hogy nem lesz más baja. A kézifék az ilyen bóvdenes, és ilyen, hát a nem belső dobfékes, hanem ez ilyen, és azt kéne megnézni most, hogy ha behúzom, akkor ez visszamegy a helyére, mert az is lehet, hogy a kézifék feszíti. Ez jó kérdés. Na, behúzom és visszaengedem, hogy akkor mi történik. Bírom tekerni. Na jó van, szedjük le, azt nézzük meg, hogy mi van ezzel. Ja, amúgy hát elég sok lett költve az autóra mostanában, mert kerékcsapágyakat kellett cserélni. Hogy is van? 500 euróért. Aztán volt lakatolása az autónak, azt itt lehet látni. Míves munka. Meg ott is. Itt is, hát ez is, ez dódom, fódom, ákom, bákom, ez is 500 euró volt, úgyhogy elég sok lett költve az autóra mostanában, meg ahogy látom, a lengés csillapító is, ez olaj, úgyhogy a lengés csillapító is hányja az olajat, de átment. Az az igazság, ja, emelő, ott megemeltem, ott alá támasztottam, félek, hogy rám szakad az egész. Jó, oké, most ment át műszakén, valószínű a küszöb az most tartja magát, de már ott is túlva fordva van a küszöb. Itt megette az idő. Aj, nem tudom, az az igazság, én nagyon szeretem ezt a típust. Ez egy 3000 V6 manuál, és iszonyatosan elfáradt. Ez nagyon elfáradt ez az autó. Itt bent is, látjátok, levelesre van rohadva az egész. Ez is időkérdése is, foglalkozós lesz. Aztán, hát van még elől, azt nem hiszem, hogy megcsinálták, elől én tudok egy lyukról. Azt lehet, a vizsga biztos nem vette észre, mert én azt úgy tudom, az nem lett kilakatolva. Há, Istenem! Ez itt mi lett itt? Ákom, bákom! Na mindegy, jó van, próbáljuk meg. Kapott egy évműszakit.
Nagyon elfáradt szegényke. Nagyon-nagyon. De már ilyen helyen is elkezdett porladni. Ez a baj a japán autókkal, hogy nagyon-nagyon rágja őket a rozsda. Itt is, ott is a sárvédő. Ez is már foszlik. Alatta a küszöb. Ki tudja milyen, szerintem a vizsga biztos meg se nézte. És megpróbálok itt talán nézni. Aha, ott né. Látjátok, én erről tudtam. Ott konkrétan, nem tudom, hát az tartja a motort. Az a hossztartó, az tartja a motort, és az ott szét van rohadva. Az ott, ha leszakad, akkor a motor is megy a... Hát nem egészen a földig, de megereszkedik, az biztos. És ezt nem vette észre a vizsga biztos. Nem tudom, hogy nem vette észre, de nem vette észre. Hát cseréljük azt a féket. Tehát szerintem Balázsnak megmondom, ezt adja el, adja el. Mert az egy döccenőben az a motor megindul lefele, 130-nál, az nem lesz kellemes. Az az igazság, hogy én, nekem ez nagy kedvencem ez a típus, nézegettem is ezeket az autókat, de én még nem találtam olyat, amelyik rozsdaügyileg hát, hogy megfelelő lenne. Úgyhogy még nem sikerült olyat találnom. Mindegyiknek a padlólemez, egyszerűen minden el van rohadva a végtelenségig. Olaszországból kéne hozni egyet. De hát ilyet, ami 3000 manuál, már a világban nincs. Istenem, nincs már meg a csavarnak a feje. Mondtam Balázsnak, ha nem bírok vele, akkor ez így marad. És az a baj, hogy ezt a csavart még kicserélni se tudom, mert a menet emelkedése az nem átlagos, mondom úgy. Most kéne lehámozni róla a féknyerget, hát nem lesz könnyű. Levettem az órámat, ne érje szó a ház elejét. Azt a betyár mindenit neki! Gyerünk, haver! Bomolj! Ez az. Jó, ez így jó lesz. Ez lejött. Ez a fékbetét, ez még amúgy a műszaki vizsg, vagy a lakatolós bácsi, ő szólt, hogy nincsen fékbetét valahol. De ez nem jön ki, ez a fékbetét a helyéről. Na bízunk benne, hogy csak ennyi baja van, hogy be van rohadva a fékbetét a helyére. Na kijött. Oké, most a másikat kéne kihámozni valahogy. Megvan, kiszedem ezt a kettő nagy csavart, mert úgyis le kell vennem a féktárcsát. És akkor kijön vele együtt a betét is. Nem akarom teljesen tönkretenni a betétet, mert mi van, ha vissza kell rakni? Ha a munkahenger nem jó, akkor vissza kell rakni. Minden tiszteletem azoké az embereké, akik kitartanak egy ilyen vas mellett. De... Hát, nem kis feladat. Az biztos.
Jaj, Istenem! A izé is hullik szét. A lemez visszarakom inkább a csavart egy kicsit. Mert legyalázza a lemezt. Ennél a résznél ez mozog, ez már nem mozog, ez be van állva. Megpróbálom majd megmozdítani. Hát a fékpofa az kikalapálom belőle. Leesett róla a pufa is. Lerohadt róla. Aj, drága búzakenyér. Na, ezt már nem tudom visszarakni. Lejött a tárcsa. Hátul fogott. Előre nem. Hú, basszus. Igen, ez így néz ki. Ez el volt válva. Én ezt nem engedtem volna, hát vizsgám. Borzasztó állapotban van. Na most már szépen forog. Na, és most jön az izgulás, hogy visszamenjen a féknyereg a helyére. Az a legfontosabb. Ha nem megy vissza, akkor nagyon nagy bajba vagyok. Ott kapcsolok lámpát. Ott né, az tekerős. Szépen megpróbálom megtakarítani. A gumi épnek tűnik. Úgyhogy nagyon-nagyon izgulok, hogy bemenjen a helyére. És akkor mehet fel az új tárcsa, meg az új betét. Ez jött ki. Ez. Minden széthullik. Borzasztó. Na. Hát ha más nem, legalább új féket tudok rá varázsolni hátulra. Elől azt tudom, hogy úgy lett vásárolva, hogy új fék volt. Kéne rá gátló. Az is levelekben van, a gyűrűkben lóg. Hát ez ilyen. Az ABS gyűrű az gyönyörű állapotban van, mert ez rozsdamentes anyagból készült, látszik rajta. Na jó, meg kell keresnem itt is van még egy ilyen lemeztartó, vagy betéttartó, ilyen rezgéscsillapító. Ezt ki kell vennem. Itt ez. És akkor utána meg kell próbálni visszanyomni a munkahengert. Remélem visszamegy. Amúgy japán autó. Szép kadmium sárga a csavar. A másik is. Ott van. Ez már nem, mert ez már belezsírozva. Ezt már valaki már bezsírozta, de ezek még szép kadmium sárgák. Nem szokott, nem jellemző a japán autókra, hogy bemászna a rozsda a menetre. Ezért mozdult meg, mert nem rohadt be. Hát ez is, hogy ez vajon megmozdul-e vagy nem, az jó kérdés. Ja, aztán az autó kuplungos, eléggé. A harmadik az, hogy lánc csörgéssel indul. Ezt most vettem észre reggel, ahogy beindítottam, hogy indításnál csörög a lánc.
Úgyhogy, hát na, 420 ezer van benne a benzines motorba. Elfáradt, az is, minden elfáradt. Most, mikor még meg lett véve, még jó volt viszonylag. De most már nagyon elfáradt. Ja, meg nem volt benne olajcserélve, akkor volt olajcserélve benne, mikor én cseréltem. Ez 20-valahány ezer kilométert ment egy olajjal. Van itt egy ilyen kis készletem, bízok benne, hogy valamelyik jó lesz hozzá. Valamelyik, nem tudom melyik. De talán az egyik jó lesz. Úgyhogy vissza tudja nyomni. Ez úgy néz ki, hogy ez jó. Félig meddig. Egy ilyet találtam. Na, benne van, beült a helyére. Nézzük, hogy megy-e visszafele. Légy szíves. Nem tudom visszacsavarozni a helyére. Na jó, bontás vissza, ez egyenlőre nem mozdul. Be kéne nézni a gumi alá. A gumi alá nyomok be egy kis olajat. Hát húj már mozdul. Légy szíves, kezdj el forogni. Legalább mozdulna meg. Ez. Gyere, fordulj. Megmozdult. Szép lassan csak bekönyörgöm. Kézzel nem bírom forgatni. Hogy kéne megcsinálni, hogy jó legyen? Közben itt próbálom ezt megmozdítani, de iszonyat vastagon van alatta a rozsda. Úgyhogy hát meg kéne próbálni a gumit lefejteni róla, és utána lánggal melegíteni. Na, de először is ezt vissza kéne rakni. Annyira, hogy megálljon. És rárakni a féknyerget, hogy tudjon feszíteni, meg húzni befele a munkahengert. Na, így már megáll a helyén.
Lehet, hogy bent van a helyén. Még mindjárt kiderül, hogy minden oké. Egy kis plusz munka, de úgy néz ki, hogy megoldható. Igen, úgy néz ki, hogy bent van. Akkor már csak ezt kell levenni, mert megállt amúgy. Elég határozottan érzed, hogy megállt. Nem akar tovább menni. Ezt. Ez szép, ez mozog. Ez le is jön. Ilyen gumis a belseje. Örülök neki. Valamelyik hülye kitalálta, hogy ez milyen jó ötlet. Ez meg sistereg. Meg kell próbálni valahogy lehámozni a gumit. Hogy láttam, hogy gumi a belseje. Így most már tudom, hogy lánggal nem is melegíthetem. Na most bízok benne, hogy a gumi kibírja azt, hogy levegyem róla. Bár most így, hogy beolajoztam, nem könnyű. Nem vagyok amúgy vallásos, de ilyenkor azért jó lesne egy kis segítség onnan felülről. Hát, ha tudna segíteni az öreg egy kicsit pityúnak. Jó lenne nem elszakítani a gumit, mert persze abból nincs másik. Ó, lejött a gumi. Király, úristen. Be van állva az egész. Vastagon rozsdás, vastagon. Belerakták ezt a gumit, gondolom azért, hogy ne rohadjon be. De berohadt. Hát így kéne neki kinézni. Ám már ez is elkezdte. Ez is elkezdett, de nem jutott be. Nem jutott be addig, ameddig a másik. Ez is hozzákezdett már a berohadáshoz. Mennyi izé van? Ú, elég sok vas van bent. Hát nem tudok mit csinálni, melegítem. És ez a vacak meg bele fog olvadni, vagy ki fog olvadni, vagy nem tudom. Ez a gumi. Amúgy ennek kéne beljebb menni? Igen. Na most gyorsan, még meleg. Úgy néz ki, hogy megindult. Ez az. Oh.
ez az. Na, kijött. Kész. Király vagyok. Én vagyok a király. Meg minden. Jó forró. Ezen nincsen gumi. Gyárilag. Azért rohadt be. Ahogy szokták mondani. Kész. Lehet rakni össze. Meg kell takarítani. Itt ezeket megtakarítom, és utána rakom össze az egészet. Mert haladni kell, ott van még a másik fék is. Próbálok itt mindent helyjel közzel megtakarítani. Van erre egy fincsi célszerszám amúgy. Nem erre gondoltam, de tényleg van erre egy ilyen forgós célszerszám, ami szépen megtakarítja. De hát ennek az autónak nem ez lesz a legnagyobb baja, hogy ez egy icipicit még koszos marad. De hát ez van. Na, mehet fel a tárcsa, meg ez a pöcök. Itt a lyukat is kitakarítottam, itt is kitakarítottam. Úgyhogy reszelővel amíg meg nem láttam a fémet, addig reszeltem. Mindjárt majd kiderül, hogy alakul. Jó lesz ez így is amúgy. A tárcsából vektor lesz, meg betétből is az lesz. Ez amúgy, ez ilyen véletlen egybeesés, pont így adták, hogy vektor, igazából a féktárcs az teljesen mindegy, hogy micsoda szerintem. Az a betét a lényeg, mindig a betét a lényeg. Izgalmas lesz, ha nem lesz jó valami, remélem jó lesz. Meg ezt is erről is le kell takarítani. Erről is le kell takarítani az olajat. Bár ezen nem biztos, hogy van, mert ez bevonatos. Ez a féktárcsa. Húzzuk azért egy tiszta rongyot, meg féktisztító, és akkor letöröljük. Igen, ez bevonatos. Ez csak a kezemtől lesz koszos. Na, szóval felmegy a tárcsa. Felfogatási pont az nincs. Ja nem, ez a tárcsa lenyomó. Van kettő darab menet van benne, úgyhogy ez a tárcsa lenyomó lesz. Na és most jön ez. Oké, meg a kettő csavar. Kitekeredni nem fog, az biztos. Most jön az, hogy ezeknek be kéne menni. Ezek se egyformák már a gumik. Jó, nyilván az autó nagyon sok éves, de nem egyforma a kettő gumi. De lehet, hogy azért is rohadt be. Szóval azok belementek. Hát itt, hogy konkrétan melyikbe megy, ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Ez ebbe nem akar belemenni, akkor megy ebbe. Talán. Most kéne egy kis szilikonzsír.
Jó. Hát itt vannak ezek a csodálatos lemezek. Nem tudom, mindjárt kiderül. Itt vannak a betétek. Hát a két betét az ugyanaz. Ugyanúgy néznek ki. Próbálkozunk. Ajaj. Szorul. Nem szabad neki szorulni. De bemegy, bemegy, úgyhogy nincs sok híja. Egy kicsit megreszelem. Úgy szoktam, hogy itt reszelem itt. Ezt a részét. De hát hol máshol reszelném. Nagyon sokszor elég annyi is, hogy a festéket az ember ledúrja róla. Aztán más, hogy csinálja. Na, elég is. Jó is lett. Van még itt egy másik lemez, arra emlékszem. Ez a lemez, a karjam. Ez a sok hülye lemez, az arra jó, hogy bent tartsa a vizet. Betétnél. Az biztos, hogy nem fog csörögni a betét. Igen, ez így is fogja, meg most így is fogja, meg mit tudom én, hogy is fogja, mindenhogy fogja. Na emberek, itt van a végeredmény. Hát a fék az új. Munkahenger visszament, ezek megmozdultak, mindenben van zsírozva. A izéket nem zsírzom, ezeket a... Itt kell bezsírozni, meg a féktárcsa alatt, meg a féktárcsát, meg mindent be kell zsírozni. Nem, én nem zsírozom be. Úgyhogy nem szoktam. Régen se zsírozták. Meg az a baj ezzel a zsírzással, hogy a zsírba beleül a por. A fékpor, meg mindenféle por, és egy idő után az egész ugyanúgy összeáll, mint a kislánynak a bugyi, ami össze van ragadva valamitől. Na mindegy. Szóval egyszerűen nem zsírzom, hogy szabadon tudjon mozogni, meg járni a betét. Úgy a jó, hogyha mozog. Ez is látjátok szépen. Szépen mozog, és ennek mozognia is kell. Na, úgyhogy ennyi. Ez készen van. A másik oldallal bejelentkezek még. Biztos ott is van meglepi pálya. A betétek azok itt még volt. Bőven. Itt csak rozsda van. Meg van ennyike kis betét itt. Ennyike. Majd mindjárt meglátjuk, hogy a másik oldal hogy néz ki. Itt egy kicsit másabb. Kicsit megnézi az ember. Nem nagyon fogott. Na, itt vagyok a másik féknél.
Hát ez tényleg teljesen ki volt fizetve, látszik itt a esztergálás, meg itt, ez nem széthullott ez a betét, hanem ez ilyen. Ez vas, ez teljesen vas, ezen még van betét, hát ugyanaz a szitu, csak ezzel jobban elkopott. És amit még lehet itt látni, hogy ott a, ez itt a, mi ez már a, az ABS jeladó, és ott a, őt a fémforgácsot, amit leesztergált a betét, az ő így szépen itt összegyűjtötte, és itt van itt a fémforgács. Úgyhogy szuper. Majd szépen kis műanyag kefével lekefélem. Itt a féklemez az még ő kb. Egy évvel arrébb van, nyilván azért, mert itt a kipufogó, és a kipufogó oldalt általában egy gondolattal szebb szokott lenni a dolog. A lengés csillapító az olyan szinten ereszt, hogy csöpög jószerivel. Ez nem víz. Ez olaj. Ez ami a lengés csillapítóból csöpög kifele, és ott is van. Ott mi? Tik-tik. Tik-tik. Ahogy így megemelem, úgy megsértődik is. És elereszti. Ezt nyilván az utolsó műszaki vizsgánál ezt megfincolták, és hát el is lőtte magát. Aztán itt ugyanúgy itt volt egy nagy lemez, aztán próbálta varni, nem sikerült, de még rá őckölt valamit, itt is három darabból van összerakva. Jaj, szegény autó. Ő megérdemli. Megérdemli már a pihenést. Nagyon. Na jó van. Ugyanaz a szitu. Ugyanaz. Ugyanúgy. Egyik mozog. Melyik ez mozog. Gondolom a gumis. Mindjárt megnézzük. Nem. Ez itt a sima vas. Az mozog. Itt a másik van beállva. Hát megpróbáljuk majd megmozgatni. Mindjárt meg is bontom, fújok mögé olajat. És akkor addig, amíg itt a féket itt fékkel itt szotyizok, addig hadázzon. Megkopogtatom egy kicsit. Meg a gumit megpróbálom róla lefejteni. Na mindegy, ezt láttátok a másiknál, úgyhogy ugyanaz lesz a szitu teljesen. Minden. A lengés csillapító ugyanúgy el van hányva. A gyönyörű, álomszerű lakatolás is itt van. A sárvédő ív is hasonló, mint a másik. Végig el van fáradva az egész. Itt is van már lakatolás. Itt a végében. Van itt már mindenütt lakatolás. Tudják, fogják. Ezt is, ezt ki fogja innen levenni? Senki. Valami van itt. Ez innen itt aztán nem jön ki semmi. Bár ha ugyanúgy a menetnek a belseje tiszta, akkor esetleg megmozdulhat. De, Istenem. Na jó van, nem sopánkodok tovább. Csinálom, mert ez a dolgom most. Ezt bevállaltam, ezt a feladatot. A fék készen van. Nem volt semmilyen megoldhatatlan komplikáció. Ugyanúgy, mint a másiknál, össze lehetett rakni. Szépen forog. Van egy kis kacsázás, de hát na, ez van. Nyilván majd, ha elviszem a gazdájának, majd megfogom, hogy nem melegszik. Egy-két fékezés után. De ennyi. Még itt vár még a levegőszűrő, olajszűrő, meg gyertya. Ez hát majd legközelebb, mert túl nagy a szemétdomb, össze kell pakolnom. Ez itt eléggé
Hát na, káosz, meg itt is káosz, mindennek csak a tetejére rakok mindent. Na, muszáj egy kicsit rendet raknom, mert így már lassan nem látom, hogy kikivel van. És ha ezt most megint folytatom tovább, és nem pakolok el, akkor utána meg akkora nagy őskáosz lesz, hogy itt egy óra hosszáig csak pakolni fogok. Úgyhogy ennyit a Maximáról egyelőre, majd jön még a olajcsere, gyertyacsere. A gyertyacsere hát nyilván nem a lehető legegyszerűbb, mivel V6 keresztbe, úgyhogy cseréltem már Maximába gyertyát. Nem egy világvége, de nem is a legegyszerűbb. Úgyhogy ez van. Hát, szegény Maxima. Amúgy végig azon gondolkoztam, hogy vizsgabiztos, az nagyon japán bérenc lehetett. Mert hogy ezt átengedte, az nagyon kemény. Még a Finnországban elnézőek, mert tényleg csak azt nézik, ami veszélyes, de ilyen fékkel átengedni, meg ilyen elől nem észrevenni azt a küszöböt, hogy küszöb a, mi az már, a hűtőtartót, de nem, az nem csak hűtőtartó, hanem az minden tartó is. Az egy dolog, hogy például a szélvédő az nem tudom, látszik-e, ott látszik a repedés, az is végig van csattanva. Bár az nincs a sofőr szeme előtt, úgyhogy az nem bukó. Lámpa az izé, agyik besárgulva. Ez fel volt polírozva, de addig tartott, pont úgy áll az autó, hogy egész nap éri a nap. Hát ez ilyen. Az első gátlók azok még tartják magukat. Hátsók azok elcsattanva. Az is el se tudom képzelni. Hát papíron hozta még. Hozta még, amit kell neki. Még volt egy nem tudom hány százalékos, nem találtam meg a papírját. Nyilván még ilyen 45-50-et még tudott, de ez, hogy ez egy hónap múlva, ez nem fog csinálni semmit, az 100%. Úgyhogy ez van. Ah, szegény. Ki van itt fáradva. Ott is szét van hullva. Amúgy a belseje az olyan gyönyörű. De hát akkor is az ott szét van hullva. Na, úgyhogy legközelebb. Ha én csinálom az olajcserét, már megvettem hozzá mindent. Ha én csinálom az olajcserét, akkor arról is lesz videó. Az is lehet, hogy Balázs elviszi valakihez, nem tudom. Majd kiderül, lesz rá idő, alkalom, meg ilyesmi. Hát Csóróban már van 20 000, hát több mint 20 000 kilométer az olajba. Ezzel a kis csökött szűrővel, ami benne van, tudom, hogy biztos jó az, mert a mérnökök úgy találták ki, de na mindegy. Jó van, akkor legközelebb. Sziasztok!